A demóprogramunk az pont a COVID előtt kezdődött el, amikor, amikor iskolákba kezdtünk el járni, és maga a programot elvittük testnevelés óra keretén belül a, a, a gyerekeknek, általános iskolásoknak, ahol megismerkedhetnek a, a motorozással. De az egyensúlyozás az alapja a motorozásnak, az első lépés a, a futó bicikli, hogy gyerekeknél azzal kezdik el az egyensúlyozás alapjait. Szabad ne felejtsd ezt kijelented? Igen. Tehát, hogy ha futó biciklire ültetjük a gyermekünket, akkor jó, 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 jó úton haladunk. Így van, így van. Első jó, én, én is, is igen. Uh -huh. Sokan úgy próbálják, hogy oldalkerék. Uh -huh. Én nagyon ellene vagyok. Lehet úgy is megtanulni, csak hát ugye egyszer megtanul oldalkerékkel menni, egyszer aztán utána nem anélkül. Uh -huh. Tehát én szerintem az, az nem. Ha bemegyek egy egy jobb kezes utcába, vagy bármilyen keresztetésben, ahol még elsőbségem nincs, mindig a fékem van a kezem, számítok arra, hogy bármi történhet. És ez nem a félelem, csak ez az elővigyázatosság. Nem megyek bele soha olyan előzési helyzetbe, csinál, amit nincs százszázalék kontrollom. Ezek már motoros típjeim. Én azt szoktam üzenni a motorosoknak, hogy aki teheti, az menjen el egy vezetéstechnikai tréningre. Na megint témánál vagyunk, ha? Mert, hogy, mert hogy akiket én sikerül meggyőznöm, barátokat, hogy menjenek el, akkor azt szokták mondani, hogy eddig mi csak közlekedtünk a motorról, és most kezdünk el megtanulni motorozni. De egy tükör. Uh -huh. És az sem elég, ha egyszer voltunk, mert gyakorolni kell. Mert ha télen erre tesszük a motort három-négy hónap, nem ugyanaz. De nekem sem pedig, ha nagyon sokat motorozok. Ezik gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. És mint többet, többet gyakorlunk, és minél szakmai rálátás és szakmai emberekkel, akkor nem tudjuk csökkenteni a rizikófaktort. De amikor már a top hárommal tudtam menni a motogp akkor akkor volt a nagy ugrás. Tehát addig, addig kellett elérni, hogy addig volt nagyon-nagyon nehéz, utána másképp volt nehéz, mert azért azt gondolom, hogy a ma magyar passzportot le kellett dolgozni. Én is, amikor a 1990-ben és 1992-ben volt, akkor még Grand Prix, aztán már MotoGP 92-ben a Hungaroringen, akkor mi bemutatóztunk a, a lenti parkolóban, és rendi Mamola, az akkori MotoGP sztár, adott nekem egy aláírást, ami még mai napig megvan. A minap jött szembe egy idézet az interneten velem, és azt hiszem, hogy tökéletesen kapcsolódik a mai témánkhoz. Az idézet az úgy hangzott, hogy dolgoz addig, hogy már ne kelljen bemutatkoznod senkinek. Ez angolul volt eredetileg megfogalmazva, én most csak átfordítom. És a mai vendégünk az szerintem dolgozott már eleget, és nem kell senkinek bemutatkoznia, viszont mégiscsak a műsor egyik házigazdájaként én szerepemnek tekintem, hogy bemutassam. A saját stúdiójában, és ez is egy érdekes helyzet, de majd fogunk erről beszélni, itt Talmácsi Gábor tüdvözletjük, szervusz Gábor, Isten hozott téged a műsorunkban. Köszönöm a meghívást. Szia Gábor. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a, a, felkérésünket, és természetesen ellátogatott velem együtt ide Hernádra a te mi a, mi a helyes terminológia? Ez egy, ez egy oktatóközpont? Ez a Talmácsi Ring, a, amely 2010-ben épült, és ez egy utánpótlás ö, pálya a motorsportban, tehát gokártok nincsenek. Mondhatni, hogy aki nem ismeri az ilyen litesítményeket, mondjuk, hogy gokárt pályán van, de hát itt nincs gokárt, hanem motor van. Értem. Na, tehát akkor egy oktatóközpontban vagyunk, főképp az utánpótlással foglalkoztok, és hogy itt van velem a, ezen a, a helyszínen az én kedves barátom és műsorvezető társam, Balázsi Péter is. Jól érezzük itt magunkat, Peti, ugye? Szóval, hogy megérkeztünk, és egyből letaglózott. Mi pont akkor érkeztünk, amikor itt még gyerekek sokasága jött ment, kerékpárokkal, kicsi elektromos motorokkal, erről természetesen majd fogunk beszélni a műsor során, de nagyon, nagyon jó kisugárzása van a helynek, nagyon jó az atmoszférája. Jó, jó volt ide megérkezni. Köszönöm, én is így érzem. Mindig jó itt tevékenykedni. Hát, amit a mai napon láthattatok, az a minimotor program, amely már nagyon rég elkezdődött, tehát mi így a Talmácsi család talán 1992-ben kezdtünk el dolgozni azon, hogy már előtte is, de talán 92-ben, amikor már lehetett kapni ezeket a kis Yamaha PV50-es motorokat, ami folytható, és akkor gyerekek fel tudnak ráülni, és nagyon gyorsan meg tudjuk őket tanítani motorozni. Természetesen az a feltétele, hogy tudjanak kerékpározni, és ez mindig változott, mert különböző rendezvényekre jártunk, falunapokra, kiállításokra, tehát nagyon sok területe volt, de talán a demóprogramunk az pont a COVID előtt kezdődött el, amikor, amikor iskolákba kezdtünk el járni, és maga a programot elvittük testnevelés óra keretén belül a, a, a gyerekeknek, általános iskolásoknak, ahol megismerkedhetnek a, a motorozással. Mennyire más megközelítés, ugye, Peti? Teljesen. Nem is. Egyelőre most próbálom még ennél a képet, hogy ez... Bár a pont a Gábornak én hogy a, az Insta pont fölrakott egy ilyen három motoros installáció be volt téve ugye a kis, kisbuszba, és kérdeztem, hogy merre, hova, és akkor írta vissza, hogy pont a, szem a, a, a ugye az, az oviába. Igen. Értetlen. Igen, vittem őket, is, hogy... ilyen közlekedés biztonsági nap volt, vagy talán autómentes nap talán az volt, és akkor egy plusz program volt a gyerekeknek, hogy ott még egyedül nem, mert az korai, lehetve hát egyes esetekben nem korai, de általánosságban igen. Körbe vittem őket a, a ZOVI -nak a, az OVI-nak az udvarán, már az elektromos motorral, aminek ugye nincs káros anyagkibocsájtás ott a helyszínen, és nem zajos, tehát gyerekek imádták. Hmm. Azt mondták az óvónyok, hogy sokkal jobban aludtak a program után, tehát nem volt gond az altatással. <laughs> igen, igen. Hát, hát igen, ezt a, a mi korunkban mi egy ilyen ilyen sztori, még akár, ha nem is elektromos jöttek volna, akkor is óriás volna, de hát gondolom, hogy ez most a mai világban ez meg már adott. És igen. Igen. hát visszatérve ugye a Minimotor programra, hogy hát ebben az évben olyan 3000 gyerek próbálhatta ki ezt, hogy milyen körbe menni. Ez jó számnak a számít? Ez tehát, most hogy... egy nagyon magas számnak igen? számít, igen. És hát ebből van az, akik majd esetlegesen visszatérnek, uh -huh. és nem csak önálló motivációból, hanem a szülői motiváció is kell. Tehát, hogy a gyereket elhozzák hozzánk, vagy egyéb más motoros iskolákba, ahol mondjuk az utánpótlás irányába, tehát a versenysport irányába terelhetőek. Hát nekem mindig ez a célom, hogy egyre többen versenyezzenek. De legyen, bocsánat, hogy, hogy meg legyen az utódod, úgymond? Igen, igen. A sportág, népszerűsítése, még, a sportág igen, fejlesztése. Igen. De nem csak az, mert azért az utóbbi időben én tudom, hogy mennyire nehéz a, a versenysportba érvényesülni. Ha már azt el tudjuk érni, hogy, hogy jó a motorozás megítélése, a gyerekek szeretik, a szülők engedik, és megtanulnak. Um, Motort kezelni, az már egy óriási előny. Tehát, El hogyha ők tír. a későbbiekben motorra ülnek, akkor, akkor már lesz egy alapképzésük, és lesz egy jó, egy jó ö, emlékük arról, hogy milyen jó volt körülmenni mondjuk a talmácsinak a pályáján, és hogy a programban részt vehettek. Gyakorlatilag hősé válnak egy ilyen napon, mert eljönnek az iskolából, elhozzuk őket ide a pályára, vagy mi elmegyünk a a saját infrastruktúra a pályájuk, a, a torna mondjuk, és, és ott, ott beöltöznek teljes felszerelésbe, protektorokba, sisakba, kesztyűbe, ja. és akkor körbe mehetnek egy ilyen profi motorokkal, mint nekünk vannak a szakoktatónk segítségével. Abszolút biztonságban vannak. Ugye sokszor a szülőket és az iskolát meg kell győzni, hogy ez egy jó dolog, ami azt gondoljuk, hogy az elején nehéz volt, de most már nagyon sok referenciánk van olyan, videóanyagunk van, amikkel egy QR kóddal beolvasnak a szülők, amikor a felelősségvállalás nyilatkozatot ugye aláírják és megengedik, hogy a gyerek részt vegyen a programon, és ott minden mond van mondva átolzik, tehát hogy itt még abszolút biztonságos. A későbbiekben valaki versenysportból száguldozik és megy 300 háromszázal, ez már egy más történet, de, de hát én is itt vagyok, tehát. Igen. <hállt> és, és nagyon fontos dolog, amit csináltok, és, és büszkék lehettek a munkátokra, én szülőként tudom azt mondani, hogy, hogy fantasztikus volt látni az első pillanattól, hogy itt mi történik, és akkor hagyoztak meg a hallgatósággal is egy kis ilyen magánjellegű élményt. Ugye két kicsi gyermek van otthon, ezt akik hallgatnak, azok esetleg már tudják, és hát... Motorok is vannak a háztartásban, és, és nem lehet levakarni a gyerekeket a, a motorokról, tehát minimum folyamatosan felmásznak rá, de most már a lányom ott tartó januárban lesz négy éves, hogy őt már ott a kertvárosba, a különböző kis utcákba a, a robogónkkal el kell vinni, és borzasztóan élvezi ezzel, csak oda akartam kiukadni, hogy ők abban a millióban nőnek fel, hogy... Egy olyan család veszi őket körbe, akiknek a motorozással kapcsolatban elkötelezettségük van. Én magam hobbimnak tekintem, és nagyon megtaláltam magam benne. A feleségem pedig maximális támogatóként vesz részt ebben. Mi több, még arról is van szó, hogy esetleg előbb-utóbb ő is saját jogán motorra pattam. Na most, ha egy kicsit tovább gondolom ezt, és kihúzom az idővonalat, akkor. Nagy valószínűséggel valamelyikük a két gyermek közül elő fog állni azzal az ötlettel, hogy ő is motorra ülne. És akkor felelősségteljes szülőként, hogyha meggyőződéssel vagyok azzal a kapcsolatban, hogy jó, amit csinálok, mert ha nem jó, akkor miért csinálom, ha meg jó, akkor miért nem enged, miért ne engedném a gyerekemnek, ugye ez egy ilyen, egy, 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 egy örök kérdés és ebből lehet egy ilyen logikai jön ellentmondás, de hogyha, hogyha azt engedem, amit én magam is csinálok, akkor szinte biztos, hogy motorra fog ülni. Ha viszont motorra fog ülni, akkor kutya kötelességem a legtöbbet megadni, hogy ezt majd annak idején biztonságosan tegye. És hogyha erre egy jó platformot is valaki biztosít, és jelen én úgy látom, hogy ti ezt teszitek, akkor csak hálával tartozom szülőként azért az áldásos tevékenységért, amit itt láttam, és vélhetően működni is fog nagyon sokáig még. Ez így van, én is ugye már szülőként nyilatkozom a témában, és négy éves lesz a kisfiam, és ugye a karrierem során megéltem nagyon sok mindent, tehát tíz éven keresztül Képviseltem a MotoGP-ben Magyarország színeit öt különböző kategóriába, öt különböző gyárnál. Nagyon sok mindenkivel együtt dolgozhattam, és a nap végén mindig az volt a, a legfontosabb, hogy milyen emberek vesznek körül, és milyen a csapatom, milyen a csapatmunka, milyen a szerelőm, a mérnököm. És itt jelen esetben az is, hogy a saját gyerekeinket egy olyan közegbe adjuk, ahol, ahol valóban szakemberek vannak, a legjobb edzők, oktatók, mert hogy, mert hogy felelősek vagyunk a gyerekünkért, egymásért, és hogy a maximumra törekszünk. És én is a program során erre, erre törekszem, hogy, hogy minél magasabb szinti szolgáltatást tudjunk adni, és minél jobb oktatókkal tudjunk együtt dolgozni. Szerintem ez, a, ez, ez az alapja az egésznek. Láttuk, hogy most, hogy ez az első fázisa volt, azt nem tudom, de mindenképpen része a, a tréningnek, hogy kerékpáron egyfajta ilyen, hát nem is forgalmi helyzetet, de mégis egy ilyen utcaképet szimuláltatok, ezt jól láttuk, és akkor a gyerekek ott a kerékpáron keresztül, láttam, hogy zebra volt, akkor volt valamilyen tábla is. Ez amit, egy kis kresszpálya. Egy kicsi ég, kresszpálya, ég. Aha, ez, hogy Itt mi történik? Hát hogy ugye ezt az egyensúlyozás az alapja a motorozásnak, az első lépés a, a futó. Bicikli ugye gyerekeknél azzal kezdik el az egyensúlyozás alapjait, aztán. Szabad ne felejtsd ezt kijelented? Igen. Tehát, hogy ha futó biciklire ültetjük a gyermekünket, akkor jó úton haladunk? Így van, így van. én is, igen. Sokkal úgy próbálják, hogy oldalkerék, én nagyon ellene vagyok, lehet úgy is megtanulni, csak hát ugye egyszer megtanul oldalkerékkel menni, egyszer azt anélkül. Tehát szerintem az nem. A futó az nagyon jó, ezekből már nagyon vagy a kínálat, tehát nagyon sok fajta van. Egyébként a, a... motorgyártók is adnak ki futóbit. Igen, egyre több. mi pont most vettünk a két éves kisfiúnak az egyik motorgyártó kínálatában egy, egy ilyen futóbiciklét. Egyébként fantasztikus a megmunkálás, meg a, meg a, kidolgozottság, tehát ott azért az látszik, hogy jó. Nekünk szabad. is van egy, és soha nem fogom eladni. Mert ugye mondták, hogy ez egy olyan minőségi darab, amit vettem a fiamnak, hogy hát ez, ez még a használt piacon is jó. De hát mondom, hát ezzel kezdett ezek ezt. Nem lehet tudni, hogy majd kerékpáros lesz, vagy motoros lesz, vagy bármi, de ez volt az első, ami ami, ami közlekedési eszköz is, és megtanultam. Képzeljétek el, el, hogy ez, ez megmarad is. örökre. Igen, én az Instagramon úgy is raktam ki a képet, lefotoztam ezt a kis biciklit, hogy a kisfiam első motorja. Igen. Igen. Igen ez Hát, Tehát a programban is azért tettük bele a kerékpárt, mert, mert ez az alapja, és amit tapasztalunk, az az, hogyha még a szülők nyilatkozzák, hogy a gyerek tud kerékpározni, akkor azért azt fontos megvizsgálnunk, hogy lehet, hogy A-ból B-be egyenesen tud, de hogyha kiteszünk egy körforgalmat és egy kresszpályát, sőt, amikor még esetleg el kell engedni a, a kezét és jeleznie kell, hogy a melyik irányba megy, az már gondot okozhat a gyerekeknek. Uh -huh. Úgyhogy ez egy nagyon jó platform arra, hogy kipróbálják. Sőt, a az ORFK, OBB is együtt dolgozik velünk, és a rendőrök segítségével, egyenruhás rendőrök segítségével, itt azért a kereszt alapjait átvesszük a gyerekekkel, van egy test és a bringás úgymond, szemlélettel van kitalálva ez az egész, és akkor ezt le is tudják szimulálni az a reszpályán. Úgyhogy ez az egyik alapja a programnak, és utána, amikor ez megvolt, akkor már jöhetnek motorozni. Hát ez előfeltétele. Uh -huh. Tehát jó, egyébként. Meg, hogy itt vagy ide. valamikor a par paralelistát, attól függ, hogy mennyi gyerek jön. Ugye azért van egy intervalom, amiben próbálunk minél több gyereknek megadni ezt a lehetőséget. Úgyhogy lehet, hogy nem éppen a kerékpárral kezd, de addig az egyik csoport már motorozik egyet, és akkor minden, minden gyerek körbe megy a, a, az összes helyszínen. Lehet, hogy majd ezen változtatunk, de egyelőre jól működik. És akkor ez egy egynapos kurzus ilyenkor. Tehát te úgy kell elképzelnem, hogy akivel esetleg megállapodtok. Tan, iskola, iskola? Igen, iskola. Igen. akkor ők küldenek ide csoportot, ennek a logisztikája ez meg van szervezve, és akkor azon az adott napon ezek a gyerekek itt töltik az idejüket, és akkor vannak ezek a feladatok, aztán még következő nap jön egy következő iskola, vagy azonos iskolának egy másik osztálya, és így telik a, a hét, a hónap. Így, az így, egész így éve. van, gyakorlatilag egy óra alatt olyan 20 és 30 gyerek szokott jönni, és akkor um, így osztjuk fel őket és az iskolák hogyan kerülnek be a programba? Egyelőre az idejévi stratégia az volt, hogy próbáljunk meg a Talmácsérén körül egy 20-30 kilométeres körzetben gondolkodni, éppen a visszajárás miatt. Mm. Tehát, hogy, 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 hogy a helyieknek, a, a környékbeli családoknak adjuk meg ezt a lehetőséget, mert bizonyára, hogyha ezt a, elviszem ezt a programot Debrecenbe, akkor elég nehéz lenne azt, hogy a szülőket meggyőzni, hogy hétvégente járjanak ide, de szeretnénk majd terjeszkedni, hogy, hogy, hogy legyen egy budapesti központunk, vagy esetleg megyei szinten. A terve, későbbiekben. Én azt gondolom akkor lehetne a legnagyobb a merítés, hogyha ezt azt 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 országosítják. Mondta az iskolát, hogy van egyébként más hasonló jellegű iskola Magyarországon, tehát van több, aki gyerekekkel foglalkoznak? Vannak a rajtunk kívül, akik ilyen programot csinálnak, olyanról nem tudok. Vannak olyan edzők, olyan szakemberek, akik mondjuk már a versenysportban már nem, de edzőként még aktívak. És valaki a off-road részen, tehát nagyon sokkal vagyok, akik ugye crossmotoroznak, vagy enduroznak, vagy szabadidős sportként. Ők is gyerekeket oktatnak? Igen, 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 tehát, igen. igen. Talán azt gondolom, hogy mi programunk ez az, ami szakáktól függetlenül a legnagyobb merítés, tehát hogy elég sok gyereket elérünk. Ez uh -huh. Ezzel nem csak a mostani, hanem szerintem 1992 óta, hogy a, volt, hogy a strandon belül motoroztattunk, és akkor szedtünk érte pénzt, mint hogy mikor dodge lett volna ott, igen. és akkor mehettek a, a gyerekek, vagy a különböző rendezvényeken. Tehát, hogy én mindig az, arra törekszem, hogy, hogy először a szülőknek ez ne kerüljön pénzbe, mert hogyha ezt nem találnánk meg ehhez a finanszírozást, akkor nagyon nehéz lenne ezt a programot úgy eladni egy iskolának, hogy azért most, hogy fizessen gyerekenként, nem tudom, több tízezer forintot. Tehát ez, 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 így nem lehet. De hogy a mostani támogatottsága a programnak jó, és az lehetővé teszi azt, hogy ezt tudjuk a, a motorozás népszerűsíteni. De jó. Mi a, az általános reakciója az iskoláknak és a szülőknek mondtad, hogy meg kellett küzdeni. Most már van referencia, most már ismernek benneteket. Gondolom itt is, mint egyébként az életünk más területein, szájhagyomány útján ez egyik igazgatónő beszél a másikkal, el tudja mondani, hogy milyen jó tapasztalatai vannak veletek kapcsolatban. De azt feltételezem, hogy főleg talán szülőként van egyfajta féltés is a, 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 a szívükben, vagy a, egyáltalán az általánabban a motoros léttel kapcsolatban az embereknek sokszor van fenntartásuk. Gyerekeikkel csak mondjuk hát főképp? A nehézség alapvetően nem mondom, hogy nehézség, csak az, hogyha mondjuk a, a közvetítő közeg nagyon motorellenes, akkor nem úgy van közvetítve az üzenet. Tehát gondolok egy osztályfőnökre, vagy egy igazgatóra. Tehát, hogyha mondjuk motorellenes, akkor nagyon nehéz elmondani, hogy ez micsoda. De amikor mondjuk meg kimaradnak belőle, vagy van olyan, aki szülő nem engedte meg a gyermeknek, hogy részt vegyen, és utána szembesül vele, hogy miből maradt ki, akkor utána az, az nem jó. Tehát az arról többet tudunk. Ú, nagyon sajnáljuk, hogy egy gyereket nem engedtük. Tehát azért az túlzás, hogy meg kell küzdeni, hanem mi is dolgozunk azon, hogy hogyan tudjuk ennek a valódi üzenetét eljutatni a szülőkhöz, hogy ők engedélyt adjanak erre, hogy egy általános iskolás gyerek eljön a testnevelés órán belül, és e, mondjuk motorozhasson. És nekem egyébként az van a fejemben, hogy még csak talán nem is attól tartan a szülők, azért nem tudok a saját beszélni, mert én elkötelezett Tehát hogy ugye így nehéz, igen, de. Igen, de igen, de mégis egy kicsit itt, hogyha hangosan gondolkodom, meg szabadjára engedem a fantáziámat, hogy nem is, hogy abban a pillanatban mi történik vele, amikor itt van, hanem hogy nehogy rákapjon az ízére, és motorossá váljon, vagy elkezdjen majd azon fantáziálni, hogy ő majd a közúton motorozik, vagy versenypályán, nem tudom, hogy melyik nagyobb kockázat, vagy, vagy egyáltalán egyébként van-e akkora kockázata, mint amit belelátnak az emberek, de inkább ez, ezt ez gondolnám, hogy, 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 sok szülő, na majd az én gyerekem az nem fog motorra ülni. De ezt a Petivel már nagyon sokszor beszéltük adáson kívül is, és egyébként az adásban is fel szoktuk dolgozni, hogy, hogy azt nem látják szerintem az emberek, hogy a feltételeit kell megteremteni annak, hogy a kockázatokat tudjuk minimalizálni. Tehát, hogy és aztán majd kíváncsi vagyok a te véleményedre is, de azért tudatosan készülve és tudatosan motorozva nagyon sok mindentől meg tudjuk előre óvni magunkat. És most nem is feltétlenül a versenypályára gondolok, hanem így a mindennapokra, mert uh, tudom, hogy te uh, civil életedben is motorozol, tehát közúton is motorozol. Igen, én vagy városban motorozom, hogy könnyebben el tudjam intézni a teendőimet, tehát nem, nem feltétlenül a motorozási élmény miatt, ha bár van benne, még neked is ő, városban? Igen, van benne, mert, mert azért a BMW motorrád nagykövete vagyok, és a legjobb motorokon ülök, de amikor valóban az élményről beszélek, az nekem a versenypálya. Tehát vagy a versenypálya, vagy a városi közlekedés, illetve ez a kettő, túrázni nem szoktam. Nem is érdekel? Az úgy valahogy kiesik? Egyelőre a... nem, de lehet, hogy ez majd változik. Tehát ha túrázom, akkor inkább kerék kerékpározni. Uh -huh. Majd ahogy fiatalodunk, lehet, hogy. Igen, lehet, hogy. az emberét vágya. És ha már a, a városi motorozásodról beszélünk, akkor a, a, ért már valamilyen baleset városi nem. For forgalomba? Nem. Lehet, hogy a, a motorozási tudásomnak köszönhetően, de én nem éreztem eddig soha életveszélybe magamat a közúton. Nem kellett nem, ne megmenteni nem. helyzetet? Volt, hogy megmentettem helyzetet, de az. Dozlalt megmentem a köszönheti. pályán is, Aha. igen. De amitől, ha azt mondom, hogy félek, az az, hogyha mondjuk valakit elütnek, tehát azzal nem lehet mit tenni. De éppen ezért megyek, hát úgy óvatosan, hogy, hogy nem félve. Tehát ha bemegyek egy, egy jobbkezes utcába, vagy bármilyen kereszthez, ahol még elsőségem nincs, mindig a féken van a kezem, számítok arra, hogy bármi történhet. És ez nem a félelem, csak ez az elővigyázatosság. Nem megyek bele soha olyan előzési helyzetbe csinba, amit nincs százszázalék kontrollom. Ezek már motoros tipjai. Hát. E és é és szuk igen, a igen. Idat, igen. Igen. szerintem a hallgatók is vagy se te nézünk. Igen. E és és ha amikor megállok, akkor mindig addig nézem a tüköröt, amíg legalább egy vagy két autó nem áll meg mögöttem, hogy hátulról, nehogy valami közös legyen. És hogyha az autók között is e motorozom, akkor is, most, most pont elektromos motorról, ami még, még jobban kell figyelni, mert nincs hangja. Tehát odafigyelek, oda és lehet, hogy ennek a, a vezetés technikámnak, meg az odafigyelésnek van egy ilyen komfort érzete, és még a feleségem sem szólt soha, hogy figyelj, nem motoroz, mert, mert hogy van egy négy éves gyerekünk, vagy ilyesmi. Tehát így, így nincs bennem ez a, ez a félsz. Ettől függetlenül bármikor bármi történhet, ezt tudjuk a közutakon, de ez benne van gyalogosan és kerékpárosan is, és autón is. Felmerült egy másodpercre is, amikor a gyermekvállalás környékén voltatok, tehát mondjuk már megfogalmazódott az igény, vagy valójában meg is fogant, aztán pedig hál' Istennek meg is született a gyermek, hogy te ne motorozz nem motorozz közúton. Nem. Mert ugye ez egy klasszikus helyzet nagyon sok Igen. családban. Nem látom ennek a részleteit, hogy egy ilyen beszélgetés hogyan zajlik férfeleség között, de sokszor az a végeredménye a gyermekvállalásnak, hogy a motort leteszik, eladják. Na jó, de egy Talmácsi Gábor. Na, Igen, de, ma, de, pont azért érdekel, hogy Igen, egy Talmácsi A Feleségem, tört, feleségem szavai tudom mondani, hogy azt mondja, hogy én bízok a tudásodban, és akkor ezzel így el van. Ő nem, nem. Sőt, tehát inkább azt hogyha a nagyobb kockázat annak ellenére, hogy mondjuk a pálya biztonságosabb, de azért nagyobb kockázat, hogy feszekedett a határotokat, és megyek háromszázzal, de arra sem jött olyan komment, hogy, hogy, hogy ne. Úgyhogy én, amikor megyek motorral, akkor én szabad vagyok. Nincsenek nincs, 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 rossz. rossz. Igen, van, megvan kámbor, a támogatottság, is. és nincs, nincs rossz Sőt, érzésem. Kábor, bocsáss meg, maguk, ez maguk, de ez azt, fontos. ketten is <laughs> mozogtok, hát ugye hozzánk is, is a Együtt is motoroztok? Igen. Többször jöttetek igen, igen, együtt, igen, tehát, igen, úgyhogy... De jó. Hát jó, mondjuk érted, hogyha valaki mögé felülnék, akkor lehet, hogy mögé. sok mindenki más mögé is, de talán ha választani lehet, akkor egy nem, hogy MotoGP világmajnak mögé úgy. Amúgy a feleségem ült mögöttem pályán. Pályán? Igen. De... megmelegítve mindent, hogy ahogy, ahogy kiald, mentünk egy keményet, hogy Hát, hogy mikor nézzük a kocsivit ilyenkor... a akkor tudja, hogy miről van szó. Igen, <síthat> és ilyenkor, ugh, ez nem tudom képzelni. mint én. amikor bejön a feleségem az irodába, és akkor így megnézi, hogy bemutatom neki szívesen, meg hát persze. Ez az, a törsébe, hogy ez, az íróasztalom. Vagy ez az íróasztalom, meg akkor kiviszed a feleségedet. Pályán, Te, hogy fog szerintem lehet, egy tör. ilyen beavatás az, az kellett, mert, már, már ő is nyitott volt erre, úgyhogy Na ez fontos. Ez, igen. jó, igen. igen. Négy éves ö, lesz a gyermeketek, hogy már négy éves. A, az ez... ő viszonya a motorozáshoz. Ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni. Igen, hát van otthon motor, mert hát ugye az egész életünk e forog. Ahhoz képest nem annyira fanatikus, ahogy mint, te is mondtad a gyerekeknél, hogy rajta ugrál. Itt már a talmácsiringen az elektromos motorral mentünk, úgyhogy ő vezetett, de én kértem, hogy menjünk, és nem ő kérte. Tehát egyelőre nem látom azt, hogy ez bármikor változhat, hogy ezt ő nagyon szeretné. A kerékpárt viszont nagyon szereti, és nagyon nagy távokat is megyünk. Tehát mondjuk Római part, Szentendre, meg vissza, és most lesz négy éves, négy éves és ilyen. Az és azt le. hmm. letekeri? Letekeri. Úgyhogy ilyen, ilyen hosszú távokat, meg ilyen akadálypálya, meg egyéb dolgot. Úgyhogy most a kerékpár az... Ezt tetszik nekem, hogy meglátjuk, hogy mit hoz jövő. Én most nem szeretném abba az irányba terelni, hogy legyen motorversenyző, hmm. mert az apja az volt, és hogy ő akkor. Ha szeretné, és minden nap ezért fog sírni, hogy én tettem édesapámnak, és mindenáron versenyezni akar, akkor, akkor biztos a legjobb menedzser lesz. Vagy a legjobb De talán nem érzem ezt időre. De az elképzelhető, hogy hogy motoros élete lesz, vagy. vagy hogy motor, megtanul motorozni, motorozni és jól fog tudni motorozni, szerintem azt mindenképpen szeretném neki megadni. De a motorsport területén is nagyon sok mindent lehet csinálni. Tehát versenymérnök, szerelő, oktató, csapatfőnök. Nem is a motosportos szeretném ezt kiélezni, hanem amit itt csináltok, ugye azt, ö, azt fogyaszthatóvá kell tenni a publikum számára. Jelen esetben ugye a szülők, iskolák, oktatók. És inkább azt akarom kihozni ebből a részéből a beszélgetésnek, hogy amikor magadért válasz felelősséget, az egy élethelyzet amikor megszületik a gyermekünk, akkor valami olyan történik, és egy olyan felelősség, és egy olyan aggodalom, és, és nagyon sorolhatnám uh, még, hogy mi jelenik meg az emberbe, amit előtte nem tapasztalt, és csak akkor tudja megtapasztalni, amikor ennek már részes. Ez egy ilyen játék, hogy, hogy csak akkor fogod megérteni, amikor, amikor már benne vagy. Előtte maximum sejtéseid lehetnek. És uh, azt látni, és nagy, nagy valószínűséggel igen, tehát hogy a motor, motoros környezetben van a gyermeke, tehát hogy hogy már ült is motoron, motorozik is, motorozni is fog elképzelhető. Van ezzel kapcsolatban aggodalom a szívedben? Hogy ő föl fog ülni ö, a motorra, és kimegy a forgalomba? Tehát, mert ugye ez a legintimebb I, a igen, helyzet. Igen, most, most ha erről kell beszélni, és mondjuk most lenne 14 vagy 16 éves, és akkor most, ha forgalomba forgalomban motorozzon, az kicsit olyan idegen, az egy kicsit idegen, de hát jussunk el odáig. Igen, meglátjuk. Igen, ja. nem, 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 tudjuk, hogy milyen lesz 15 év múlva mondjuk Budapesten közlekedni. Vagy, ja. vagy, vagy, vagy 10 év múlva, vagy, 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 hogy hogyan vált. Hát, nagyjából látjuk, hogy hogyan változik. Egyre nagyobbak a korlátozások, abban az irányban, hogy egyből biztonságosabb minden. Tehát, hogy És látod? Igen, igen. Hát most már tényleg egy, egy légzsákos mellényben is lehet motorozni, mert hogyha bármi van, akkor kinyílik rajta. Tehát a videófelszerelések is mások, a motorok is mások, a közlekedési feltételek is mások. Nem, nem lehet tudni, hogy tíz év múlva szerintem még biztonságosabbnak, hogy legyen, de hát mi a biztonság, ugye? Ez is a kérdés, hogy... És a technológia az adott, egyetértek. Én magam is például most már légzsák mellényel motorozom, de a, vajon a kultúra is Ilyen ütemben változik-e? Hát ugyanannyira igen. Odaf, jobban változik a figyel, igen, igen, másra, mint tíz évvel ezelőtt? Vajon egyértelműbb már a, a, a motorosoknak a jelenléte a városokban, mint tíz évvel vagy 20 évvel ezelőtt? Ezek nyitott kérdések, én csak fölteszem. És szezonális, ugye? És szezonális. más, amikor tavasszal megjelennek a motorosok. De tíz év múlva lehet, hogy már nem lesz szezonális. Szezon, hát nem Te hát, 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 igen, 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 igen. klímaváltozás. Ugye e, azért e, kevesen vagyunk az aktív e, motorosok száma, hiszem, hogy kétszázezer, Mi is így tudjuk, 200 mm. igen, száma száma. De, de, a szám igen, de erin. az igazi aktív szerintem kevesebb, tehát a kisztors, a, akik mondjuk mm. márciustól novemberig mennek, ugye vannak olyan De vagyok, azt így... is beszéltük, hogy ebben csak a rendszámosok, ugye? Én múltkor megnéztem a KSH-nak az adatait, bár az 2021-es, ott ezer regisztrált nagymotor van, ami azt jelenti, hogy gondolom 125 és, és fölfele, Ele? tehát ebben se Tésem szerint a robogósok nincsenek. A benne. Kérdés, hogy ez milyen arány lehet a robogós. de meg akiknek nincs számozott motorjuk, mert mit tudom, ilyen terepmotorral motoroznak, vagy, vagy valamit mókolnak, de mondjuk szerintem az marginális. Tehát ez a 200 ezer, ez egy ilyen, egy ilyen általános jó igen, szám. De abban igaza van a Gábornak, közzeből, hogy ez nem hih? azt jelenti, hogy ők aktívan folyamatosan motoroznak is. Igen, nem? sok olyan motoros barátom van, hogy mondjuk csak hétvégén van ideje, és akkor csak akkor vesz részt a közúti közüti forgalomba. Tehát azért ezeknek van különböző szintje. Mondjuk én, én azt gondolom, hogy, hogy a városban úgy kimaxolom a, a robogót. Most egy BMW CE 04-en van. 04-esed van? Igen. Emrék hmm. Emrég próbáltuk a fullgásznál. Igen. Full Brutális gép. Igen. Igen, már nagyon jól kell tudni motorozni. Ezt de, láttam, hogy most mondani. plexi, ér... plexi vagy most, ugye? Igen, hogy... plexicserébe vagyok. Én, igen. én nagyon szeretem, hogyha ha megvan a szélvédelem, és a gyári plexi az elég pici. Valahogy uh -huh. azzal vagányabból néz igen, ki. Igen, de tudjuk, hogy igen, de tudjuk, hogyha a plexi cserélünk, az mindig a nem csak a, a rohására megy, de, de funkcióban pedig teljesen más. Tehát másképp kell felöltözni. Uh -huh. Egészen más minden, tehát az egész ergonomia más. Úgyhogy én a nagy plexi hívő vagyok, még ha nem is annyira jól mutat. És hát ugye, mivel elektromos, más a súlypont, és nagyon-nagyon erős, tehát nagyon nyomatékos egy ilyen motor, és nincs hangja, én azt gondolom, hogy azoknak ajánlanám, akik tényleg már nagyon jól tudnak motorozni, és tudnak motort kezelni. És visszatérve még a számokra, hogy mennyien aktívak, meg hogy mennyire veszélyes, én azt szoktam üzenni a motorosoknak, hogy aki teheti, az menjen el egy vezetéstechnikai tréningre. De megint témánál vagyunk, ha? Mert, Jó. Hogy, mert hogy akiket én sikerül meggyőznöm, barátokat, hogy menjenek el, akkor azt szokták mondani, hogy eddig mi csak közlekedtünk a motorról, és most kezdünk el megtanulni motorozni. De egy tükör. Uh -huh. És az sem elég, ha egyszer voltunk, mert gyakorolni kell. Mert ha télenre tesszük a motort három-négy olyan napra, nem ugyanaz, de nekem sem pedig nagyon sokat motorozok ezeket gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. És mint többet gyakorlunk, és minél szakmai brálátásra és szakmai emberekkel, akkor nem tudjuk csökkenteni a rizikófaktort. Tehát amikor mondtam, hogy nem mész bele olyan előzésbe, tudod, hogyha valami vészfékezés van, akkor melyik motoron melyik mm. féket használom, hogyan, hogyan kerülöm ki, mi az, hogy ellen kormányzás, hogy áll a fejem, hogy áll a vállam. Soként Ezer ez dolog, gumi, gumilénynyomás, műszaki tartalmak, tehát, hogy Ebben most már el lehet merülni, mert van tudás. Régen nem volt ilyen tudás, most van. Tehát, és uh, én is szívesen elmegyek vezetéstétlenüki tréningre, mert hogy mindig jönnek még újabb, újabb finomságok, aprós, apróságok. Mondjuk az egy érdekes helyzet lehet, amikor igen, így a igen, népsort a... nézi az oktató, és egyszer csak így megoldottuk. Hát én ez összesen még össze is, össze már ám, igen, pici ez a piasz, és az akkor az felvezeted, szoktuk egymás igen, 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 és akkor még ö, tapasztalatokat is osztunk meg. Igen, és most nem, van kinézve egy, Tehát már van előjegyzésed valamelyikre, vagy most ennyire? Hát most év vége van, most, ja, igaz, most nem, legyen. általában úgy szoktam, hogy a barátaim kérik a segítségem, és akkor összeszedem őket, és akkor együtt elmegyünk. Gábor, fletrekeztél már? Nem. Na, összehozzuk. Gyűjtöd a flat -track Én brigádot. gyűjtöm a flat track brigádot. Valahogy, valahogy bele találtam. Igen, ezt, ezt, be ez, ez, meg kell utassam. Pont olyan arcoknak is, mint a Gábor, hogy, hogy, az Erdős Tamásnak is mondtam, meg, a, meg még ki tudja, még hány embernek fogom mindenkinek mondani. Há, és van. mindenkinek, tehát ez is egy jó reklám a flat track sulinak, de szeretem a srácokat, a Ricsit, meg a, 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 Tomit. Ez egy dolog, hogy szimpatikus srácok, de hogy de jó, nagy óriási trend tőlünk nagy, nyugatra, tehát rossz rosszi, móka, nagy, igen, 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 a Spanyolországban. És pont Rossi, meg az igen, is, hogyha van egy jó flat track pálya, akkor a saját motoroddal és kicsit ki tudod úgy pörgetni, igen. meg tudod, most nem egy sportmotorra gondolok, nem, nem de, van. Van. de ha van egy kafé részed, vagy bármi, kicsit kimész a dörtre, igen, és, legalább, és akkor igen. megcsúsztatod, Kis meg keresztbe jössz, igen. Nem, nagyon egyet, egy. és te leszel a nap hőse. De nem, a flat track jó, szerintem ez jó. Mi régen úgy flat hogy nem volt ilyen tudatos, hanem Cross motorokkal mentünk bütykös gumival aszfalton, és akkor még le nem jött a, az a nagy bütyök róladik keresztbe, hosszába mentünk, és akkor ezt gyakoroltuk, de hát sőt, még teremben is motoroztunk sokat cross motorokkal. Nem volt ilyen lehetőség, hogy szupermotor átalakítani, meg ja, egyéb ja. megoldások, hanem ami volt, azzal mentünk, és akkor sokat mentünk minden, minden felületen, minden területen. Értem. Viszont, hogyha a gyermekoktatásról beszéltünk, amit a jelenben csinálsz, te felnőttként, édesapaként, és már ott belementünk másodszor, talán vagy harmadszor érintjük a beszélgetés során, hogy mi volt, amikor ti gyerekek voltatok, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi volt, amikor ti gyerekek voltatok, és hogy működött ez az egész. Én amikor megkutattalak egy picit, akkor azt láttam, hogy te négy éves korod óta motorozol. Igazam van? Ezt jó jó, 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 ez az információ? Igen, ez, ez jó. Hát édesapám siugró volt, szerencsére nem a siugrásba vezetett be, a, az ő is sisakjába kezdte már motorozni, de ő előtte már azért versenyzett, tehát ő, ő próbálkozott motorversenyzéssel, de ő úgy mondta nekem, hogy inkább kudarc volt, mert sok nehézség volt, mert sokat bukott, és uh, uh, utána ő kitalálta, hogy épít nekem saját kezüleg egy motort, akkor azért romet volt, és akkor ő átszapta úgy a motort, hogy leért róla a lábam, és akkor egy óvi után mi Zuglóba laktunk, a bosnyák téri piacon volt egy pálya, és ott minden nap elkezdtünk motorozni. Most olyan emlékeim már pontosan nincsenek, hogy hogy ez hogyan kezdődött, csak azt tudom, hogy, hogy emlékeim szerint, hogy ez egy lehetőség volt, és én imádtam, és ő is imádta, és ez a motiváció vitt szóval el. A ez évben. ilyen apa-fia program Igen. volt akkoriban. Igen, és mivel ezt elkezdtük, ezzel meghonosítottuk Magyarországon a minimotorozást, több ezt szülő látta, igen, több szülő látta ezt, hogy van ilyen minimotor, és ő elkezdett motorokat építeni. És így lett utána a kis klub, aztán országos magyar bajnokság, aztán jó, a a automata, váltós, a többet, így indul el minden Magyarországon. Á, és a tesó volt, Gergő, ő is veletek motorozgatott Ő öt éve fel? fiatalabb, de ő már, igen, ő már egy olyan korszakban nőtt fel, ahol az már, már jobb motorok voltak. De édesapámok akkor ezt a saját kezüleg ez tervezte a és megvan? építette. Meg van, meg? Nincs, ez nincs meg. Itt fényképen megvan, Cs. meg az első bőrruhám itt van. Azt igen, amit azt amit ő, fogjuk itt most vágni. Az nagyon láttam. Igen. Az első kupám is, amit 1986 ban kaptam, ott a kézilabda pályának a, az üzemeltetőjétől. így, így kezdődött minden. Aztán ugye évről évre, hát akkor már voltak versenyek, kihívások. Én nekem a versenysport is nagyon tetszett, és sokan kérdezik, hogy szokták mondani, amikor meglátnak, hogy talán akkor a verseny, meg hogy akkor mutass valamit. Ja. De hát, hogy igazából én a motorozásba, amikor aktív voltam, meg hát talán még most is, de már nem vagyok, ugye tíz éve megsérültem, és már nem versenyzem, hogy a motorversenyzés az az, ami adta motivációt. Tehát szeretek motorozni, de a verseny, és az más. Uh -huh. Az más. Tehát ott az egy gladiátor harc, ahol ugye képviselünk valamit, a csapatunkat, az országunkat, a motormárkát, amikor amire megyünk, és ott a legjobbnak kell lenni, és a verseny. Uh -huh. Tehát én, 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 úgy érzem, hogy egy jó versenyló voltam, mert talán ez is, hogy állandóan új motoron kellett felnőnöm gyerekkoromban, amikor megépítették édesapám a motort, akkor eladta, aztán egy újat csinált, újat csinált, tehát mindig újabb és újabb motorok. És lehetem. sokáig ő építette? Sokáig ő. És és abban nőttem föl, mindig ez az új motor, a teszt, a próba, és ez, így, ez, ez nagyon sokat jelentett a karrieremben, mert általában én a szerződéseimnek a nagy részét annak köszönhetem, hogy mindig meg tudtam mondani, hogy hogyan tud jobb lenni a motorversenypályán. A uh -huh. Tehát többször azért kaptam szerződést, ahol már gyári versenyzőként én komolyan munkaszerződéssel versenyezhettem, mert ez egy dolog, hogy jól tudtam motorozni, de mindig meg tudtam mondani a mérnököknek, hogy igen, most erre van szükség. Hát, ez egy hatalmas érték. Igen. Tulajdonképpen a fejlesztés része vagy. Így van. Uh -huh. Versenyző és egyben tesztpilóta. Igen, meg win-win helyzet akkor így. Uh -huh. Aki nem csak audio formában hallgat minket, hanem a YouTube-on is követ, tehát képi tartalommal, az például most azt láthatja, hogy amikor a Gábor a versenyzésről kezd beszélni, akkor kitágul a pupillája. <laughs> ez az azért most egy nagy mosoly is rád, És most egy nagy mosoly is mellé. Hát, hogy egész egyszerűen így kinyílik a... Igen. Hát igen, igen ahogy a, a, kuklát, versenyt, a verseny, 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 ahogy verseny, 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 mert hogy legyőzők mindenkit. <laughs> Csak az, A elhivatottság az, az, hogy benned van a génedben, benne van a véredben, tök jó. De jó, ez átjön teljes mértékben, úgyhogy. És a édesapád volt kvázi akkor a felkészítő sokáig, vagy meg, meg akkor valahol ezt így együtt tapostátok, ki tanulta ő is, a mit jelent edzőnek lenni, tanulta te is, hogy mit jelent versenyzőnek lenni? Igen, hát ő azt gondolom, hogy zseniális volt, mert egy, 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 olyan multi eszköz volt így a hát eszköz, hát édesapa. de, hogy, de, hogy, hogy megtaláltuk ezt, hogy meg volt a kellő szigor, szigorúsága is ahhoz, hogy, hogy ez sikerülhessen, de nem mondhatnám, hogy arra emlékszem, hogy hogy ő engem hajtott volna, vagy hogy kényszerített volna bármit és a sport területén. Tehát ez egy nagyon jó harmónia volt. És ugye amikor jött egy menedzser, akkor azt is tudta kezelni, hátra tudott lépni nehéz szülőként, ugye uh -huh. ez a dolog látjuk sokkal karrierben. Mikor? Érde. Ő mikor lépett ki a Ő mindig jókor. Ő mindig jókor, és mindig jókor lépett jó, vissza. És hát, 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 hogy én úgy, utólag mindig erről szoktunk beszélni, zseniális volt, a, hogy ezt mindig megérezte, hogy, egyben ő ezt nem tanult, ezt a menedzserséget, de Hát neki köszönhetem, hogy mindig megtalálta azokat az emberek, akik, akiket segítettek, akik támogattak, akik befektettek. Ez, ez, ez neki köszönhető. Mikor volt már az a pillanat, és hát végül is, mivel tőletek datálható ez a minimotorozás, ezért egyfajta evolúciónak nem csak részese voltál, hanem végül is krónikása is vagy, meg elszenvedője jó értelemben ennek a fejlődésnek amikor ez már akár, és ez kérdés is egyben, hogy, hogy ez így is működik, ilyen szakági keretek között tudod ez működni, meg kapott fókuszt, esetleg államilag is, mint sportág, nem tudom, nagyobb nyilvánosságot kapott, most a szponzorációra nem is feltétlenül térnék ki meg, hogy, hogy ott milyen támogatás, de hogy, hogy egyáltalán így megjelent, mint tudatosan gyermekkorunk óta felépített sportkarrier, mint mondjuk, mit tudom én, az úszás vagy az evezés, Oci, vagy Én azt gondolom, hogy, hogy nem akkor nem. lett ez, akkor ért értékére a mi munkánk, amikor már a világbajnokságon elő tudtam motorozni a pódiumos helyezések. Addig szakmailag meg volt az elismerés, tehát, hogy a pontszerzőhely, meg mondjuk mm. egy teljes év menni a világbajnokságon, hát most nincs is olyan, aki megy. Tehát nem, hogy világbajnok, meg hogy yeah. pódium, hanem, hogy állandó részvevő. De amikor már a top hárommal tudtam menni a motogp akkor akkor volt a nagy ugrás. Tehát addig, addig kellett elérni, hogy addig volt nagyon-nagyon nehéz, utána másképp volt nehéz, mert azért azt gondolom, hogy a ma magyar paszportot le kellett dolgozni. Már olyan szempontból, hogy most, ha üzletileg megnézzünk ilyet gazdaságileg, hogy amikor én mentem, nem volt Magyarországon, ugye, MotoGP, nincs motorgyárunk, nem voltak olyan nagyon nagy támogatók. Habár a végén nekem már voltak nagyon jó támogatóim, de mondjuk pont a 2005-ig. Amíg, amíg be nem indult úgy a karrierem, hogy szerettem volna, addig, addig nem. Hát igen, de e, nem, 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 hogy a, nem, nem, nem. Nem akarom ezt most félre magyarázni, de akkor már a támogatás valahol könnyebb és kifizetődőbb, amikor már márka értéked van. Igen, igen. És akkor lett márkaérték, ezt szoktam mondani mostani a fiataloknak is, ugye abba az akadémia rendszerbe is, ahol mi támogatjuk őket, hogy, hogy nagyon jó az eredmények, de akkor lesz ennek. Majd érték, amikor brandé tudtok válni, és már adahoz a világbajnokságon elő kell menni. Tehát oda el kell jutni, és ez, ez nagyon nehéz, tehát ez nagyon nehéz. De nekem ez sikerült, és, és úgy, úgy, úgy a magyar pasztoportot ledolgozni, hogy én mindig büszke leszek, tehát ez nem negatív értelemben mondom, inkább dicsőségként, hogy ez. Mindenki mondta, hogy ez nem fog sikerülni. Meg az sem, hogy te egy spanyol csapatnál, egy spanyol főtámogatóval, két spanyol csapattársal, ez majd engedik neked. Hm. És akkor erre sem, de hogy mégis, tehát, hogy hm. neked voltak más csapatok is, amit most nem mondanék így el, de ez, hogy, Gábor, de hogy azért meg... vettek fel, mert hogy jók a, a fejlesztésekben segítek, és akkor hogy próbáltak visszábtani, de a végén ott is sikerült. Tehát, hogy... És eh... ezt meghallottad, Gábor? Tehát, hogy akkoriban ez így, ezek így beléthasítottak, vagy, vagy eljutottak Persze. egyáltalán hát, ezek nem a szavak? Tehát szó szerint megmondták, hogy hogy magyar és albán világbajnokra nincs szükség. Ezt nem én mondom, egy nagyon komoly német csapatvezető mondta ezt így édesapámnak, mi megvittük a magyar zászlót, és mondtuk, hogy nem baj, mi akkor is megyünk és csináljuk. <gül> <gül> Utólag amúgy egy picit lehet, hogy széle szembe, és, okay. de hogy hittünk benne, és, és szerettük, és, történt és, 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 sikerült, és ha most még kiváltnék magamnak valamit, hogy, hogy ne tíz évig most nem csak magamnak, hanem általánosan a versenyzőknek, hogy ne 10 évig legyenek a világbajnokságon, hanem mondjuk 20 év legyen sikeres. A Rosszinek talán 24 volt, az meg extrém. De hogy ez egy életszakasz, hát igen. mert az 50 évesen nem tudunk versenyezni. Tehát mondjuk ez a 16-18 év az a belépőkor, nekem később volt 21, de hogy akkor egy 20 aktív évet versenyezni úgy, hogy, hogy, te, hogy nem a pénzt égeted, ez is mondjuk ki, mert azért ez fenntarthatóság van nagyon nehéz, hanem hogy van értelme versenyezni. Úgy versenyezni a világbajnokságon, az egy, az egy, az egy nagyon jó, az egy nagyon szép dolog. Hát meg eleve, ugye beszéltünk a zuglóban, nőttem fel, és amikor elkezdtem a motor, motorozni, az egész világ kinyílt. Tehát négy kontinens, 16-17 hát futam, igen külföldi emberekkel dolgozni, az ottani mentalitás, az ottani Elkezdett rugalmasság, látni az hogyan ég, tehát... utazunk. Nagyon nagy, nagy mindent lehetett tanulni, hogy gyakorlatilag azt mondom nektek, hogy persze nehéz volt meg egy egyéb nehézségek, mondtam, hogy miket kellett leküzdeni, de ez maga a wildizni. Tehát versenyezni, és szereted, amit csinálsz, és utazol körbe a világba, ez Mondják, nehéz dolog, tehát cipusz, ez egy igen. nehéz dolog, mert, mert nagyon nyomás, tehát meg jól kell sína. menni, de, de ez egy fantasztikus dolog. Szerintem a, a, a sportolói utáni életbe és sokkal nehezebb dolog. Tehát ezt, az kevésbé élvezhető. Tehát ott versenyezni az egy, az, egy, az egy, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ott a motogp n vagy a Superbike volt. te egy olyan versenyző vagy, akinek ikonikus versenyzés az egyik főszereplője a bajnokságnak. Hát annál szerintem, hogy szereti valaki a saját sportágát, és fel az életét, ennél szebb dolog nincs. Tehát van, persze, mert család, gyerek, és sok minden, de, de hogy, más. De más ez, ez egy más dolog. Más, igen, hogy. Az más. Ez, más az, ez vagy. te vagy, ez, ez teljesen igen, kitudsz, uh, Ezek igen, uh, teljesülni. Tehát, uh, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon köszönöm a szüleimnek, hogy ezt támogatták és megengedték. És hát köszönöm, magamnak, hogy ilyen kitartó voltam. És, és neked is. Magamnak is meg kell köszönni, magunknak is meg kell köszönni ezeket, mert ezzel néha elfeledkezünk. De hogy én ebben részt vehettem, és ezt én, ez, ez, ez örökre megvan. És hát, hogy itt, itt ülünk a kiállítótermembe, és akkor ti is bejöttetek, és mondtátok, hogy a motoros a. Oszkárdi, a kászkódi orró ott van a, a polcon, van három érmem, ugye egyszer VB-t nyertem, kétszer voltam harmadik a bajnokságban, mm. meg vannak a különböző kategóriákban az egyéb elismerések. Azt tudom, hogy ha jó motorom volt és jó csapatom, akkor általában mindig elő voltam. A dobogó általában. Igen, akkor, akkor mindig elő voltam. A motogp be volt egy olyan, amikor 2009-ben évközben szerződtem, tehát a 250-es kategóriából négy futam után kettő kimaradt, és MotoGP-be érkeztem. Az nehéz volt, és talán azt itt másképp kellett volna megélni, mert most, ha visszagondolok, azok azok a legszebb emlékeim. Hiába a 105-ben nyertem, de azért a MotoGP kategória az a, az az a, az a csúcs. A király kategória igen. Ott ugye nem nyertem, nem voltak a legjobb eredményeim, de hát az év közben jött ez a lehetőség. Ott az a csapat nem is volt annyira a top uh -huh. csapat, tehát ugye itt azért a technika nagyon fontos. És um, akkor én picit azt úgy rosszabbul éltem meg, mert ugye én is szerettem volna ha a világbajnoki cím után, majd, hogy váltok kategóriát, aztán a, rögtön jönnek a jó eredmények. De azért nem ilyen egyszerű, ez sokkal összetettebb dolog. De hát például itt van a MotoGP motoromnak a fejidom része, az RC2 13-as motor, aminek ugye akkor csak a bérlése volt másfél vagy két millió euró a csapatnak. Tehát a fejidom van itt a motor, nincs itt, most nem lehetett megtartani. De itt van a világbajnoki motorom aki a terembe, azoknak a replikái. A és hát minden olyan ilyen, ilyen erekje, ami, ami tölt, tehát bármikor bejövök ide ez egy kis szentély, és akkor ezeket a diakat, elismeréseket megnézem, akkor ez ugyan jó, jó, érzés. Ez motivál abban is, hogy amiket most teszek, hogy, hogy ezt is legalább olyan nemesen, olyan hozzáállással, olyan motivációval tegyem, mint amit akkor tettem sportolóként. Lehet, hogyha én azt mondom, hogy én úgy fogalmazok, hogy, hogy mindent kipörgettél belőle, amit lehetett, akkor belőlem az átlagember, a motoros társadal a jongó beszél, a te perspektívádból lehet, hogy maradt még benne, mert még lehetett volna más kategóriában is még motorozni, plusz tíz év az még nagyon sok mindenre lett volna elég, de egyrészt, ha jól értelmezem a történeted alapján, megteremtettetek valamit Magyarországon, ami előtte még nem volt gyermekkorodba, majd utána eljutottál el a világbajnoki címig, felhelyezted Magyarországot a motoros verseny motoros térképre, olyasmit tettél le az asztalra, amire mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen, és mégis bebizonyítottad, és valamilyen módon akkor itt változott a magyar versenymotoros élet is, és ez nekünk egy hatalmas nagy motiváció és tisztelet. A gyerekeknek, akik idejönnek, vagy valamilyen módon kapcsolatba kerülnek veled, is jelent hasonló dolgokat? Át tudod adni azt a fajta elköteleződést, energiát, lehetőséget a jövőben bármire perspektívát, amit én most itt most 40 pár perc ülök veled szembe, de folyamatosan jön rám, és érzem, hogy jön ki belőle diszonyat energiával, és, és, és jó érzés egyébként ezt, ezt, ezt megérezni személyesen is. Tehát, hogy, hogy, hogy a Talmácsi Gábor önmagában képes motivációs ikonként működni a jövő generációja felé? Igen, de azért azt tudni kell, hogy a mostani generációk, akik ma itt voltak mondjuk nálunk, általános iskolások, ők meg se születtek akkor, amikor én legsikeresebb voltam. Tehát ez egy picit azt mondtam, hogy sporttörténelem, tehát őket azért képbe kell tenni, és mondjuk azért nem vagyunk egy motoros nemzet, nem vagyunk egy annyira motorsport nemzet, ehhez képest elég jók az automotorsport eredményeink. De én azt gondolom, hogy ami föl tudná tenni még a. a, a az egészet még magasabb szintre, azon nagyon rég dolgozom, hogy a MotoGP és Superbike futamok Magyarországon megrendezése kerüljenek, mert akkor megint más a, a motiváció a, 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 gyerekeknél, mert akkor azt mondják, hogy én is el tudok oda érni, ez elérhető, jobban pe, ott van a sport pe, a, a De van a köztudatban. Esély, Van erre esély? Hogy van, a... van, ez már, ez hát már pont... akkor is volt, amikor aktívan versenyeztem. Már egy ideje ezt úgy hallgatjuk, vagy már hisszük, igen. hogy egyszer csak majd lesz pálya. Meg volt a sáv olyan, no, ugye, de az, de az ugye valami okoknál fogva, ugye egy dugába Igen. Aztán volt, hogy Deprecen mellett. Igen, hát most inkább úgy tudnám, hogy nagyon sokat tudnék mesélni, de inkább a tényekről, <laughs> hogy, 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 most mi is megerősítettük azt a hírt, hogy, hogy, ugye a Humdának meglévő szerződése van a Dornával, a mind a két jogdíj tekintetében, csak jelen pillanatban nincs olyan pályánk, ahol meg lehetne rendezni a futamot. Most vagyunk egy olyan uh, helyzetben, hogy, uh, hogy uh, megvizsgáljuk azt, hogy hogy milyen alternatívák lehetnek, és, uh, és erről most már volt is egy kommunikáció, hogy esetlegesen a Hungaroring, vagy a, vagy a Balatorring, vagy majd a később esetlegesen megépülő csak, uh, 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 Debrecen közeli pálya uh, a Hajdúnánás. Tehát, hogyha van olyan pálya, ami tudja fogadni, és van a pályának homologizációja, akkor akkor ez uh, ez a régi álom, ez valósága válhat. Azt gondolom, hogy hogy ez nagyon sokat jelenthet majd a motorsportoknak, autós motorsportoknak, és az utánpótlás tekintetében is adhat egy lökést még a, a, az egésznek. Sokkal kézebb fokatóbbá válik, szerintem a, a teljes lakosság számára, hogyha igen itt megjelenik fizikailag. Tehát igen. manifestálódik a, a verseny. Úgy, ahogy kint voltunk az atlétikai világbajnokságon, lehet, hogy sok mm. gyerek ott eldöntötte, hogy oké, okay, akkor én most Magasugró vagy mit. Igen. Mert és akkor tehát ez, ez, ez így működik. Én is, amikor a 1990-ben és 1992-ben volt, akkor még Grand Prix, aztán már MotoGP 92-ben a Hungaroringen, akkor mi bemutatóztunk a, a lenti parkolóban, és rendi Mamola, az akkori MotoGP sztár adott nekem egy aláírást, ami még mai napig megvan, tehát ugye kellenek a példaképek és ikonok, és én, hú, hát akkor én eldöntöttem, hogy én egyszer a világbajnokságon fogok indulni. Na. Tehát ennyire, ennyire hatásval volt rám. Akkor lehet, hogy most jön az a rész, amikor <gül> <gül> én ezt képzeld Gábor, ezt közön. tehát ahogy világbajnok lett, én ezt akkor vásárolhattam meg ezt a könyvet, akkor el is olvastam, most újra fogom olvasni, de megfogadtam, ha már ide jövök, el nem felejtem, bár ennek lett volna máskor is erre idő, úgy értem, de szerintem majd most uh, itt bemutatva a nagy közönségnek, és akik is nem ismerte, vagy nem ismerte ezt a könyvet, hogy Talmács Gabár az életem 200 felett könyvet elhoztam, vagy dedikál majd nekem. Itt az aláírás volt. Természetesen. Momo, ne, Momo leért, nekem Talmácsi Gábor kell, és Talmácsi Gábor állásra hát, hamarosan rá Gábor, kerül, a ha... te idolod. <laughs> így, így, van. Hát én Akkor okay. még számíthatunk. Abszolút. Lehet, hogy versenyzői karriered is indul. versenyzői karrierben nem, nem hiszem, de... Lehet, hogy kéne frissíteni, a, mert ez a, az aktív sportolói karrier, és hogy mi van utána, az is érdekes. Van. Igen. Én át, és ha megengedett, szerintem itt a legjobb alkalom, hogy a Otron Media csapat nevében akár megtisztelsz minket, hogy aláírod. Egy, oda nyugodtan, tökéletes. Jaj, de jó. Hát ez... Egyből felugrott az ára, figyelhet, Gergő. Az Na ez amit soha nem adunk el, így van? Ez is az a kerül a polcra szépen. Történelmi esemény. Sajtó történelmi esemény a mi életünkben. Hát a mi életünkben biztos. Meghatározó. A dátum miatt. Igen. Úgyhogy elnézést azért a is megszakítás. Oh, ez, ez, nagyon ez fontos egy kedves volt neki, úgy, És egy kedves gesztus. Nagyon köszönöm, Gábor, köszönöm. Nagyon Meg a hallgatóknak, nézőknek is, hogy ezt megvárták türelemmel, de ez kellett. Között. És hogyha valakinél kialakul az elköteleződés, vagy legalábbis ilyen szenvedélyesen áll hozzá gyermekkorától fogva, akkor itthon most egy pici kis nebuló, Mire számíthat? Hogy, hogy induljon el? kitalálja a fiam két év múlva, hogy már pedig apa, én szeretnék motorversenyző lenni. Mint ahogy egyébként te is tudatosan már ez, ez, ez valahogy így nulla éves korodtól készülsz rá. Igen, én, én nagyon sok programon dolgozom éppen azért, hogy, hogy átolz teljesen egyértelmű legyen, hogy milyen lépések vannak. Mert azt, hogy megtanul motorozni a gyerek, az szerintem akinek lehetősége van, azt tanítsa meg, vagy hozzá hozzánk, vagy más iskolákba. – Bocs, hogy, Bocsui, hogy... Tanítsuk meg, vagy vigyük el? – Ez el, egy fontos kérdés. – Vigyük el. – Tehát, hogy el. ne kezdjünk mi otthon gépészkedni. – Ne Hát én azt gondolom, hogy attól függ, mert ha valakinek nagyon magas... – Jó, hát te vagy van, az édesapja igen, az. – Igen, és hogy már volt vezetéstűnök egy tréningen, akkor el lehet, az más. Uh -huh. el lehet kezdeni. De hogyha mondjuk versenyző szeretne lenni, akkor, akkor nem, meg én mindig hiszek a szakemberek. Tehát, hogyha közösen együtt a szakember és a szülő pár képzésem van, akkor utána nem biztos, hogy állandóan szakemberhez kell vinni, ez, 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 ez változó. De hogy utána legyen egy olyan versenyrendszer, most nagyon sok szakágról beszélünk, de most, most szeretném a legerősebb szakákat, a gyorsaságit kiemelni, uh -huh. legyen egy olyan versenyrendszer, amiben egyforma motorok vannak. Tehát a nyugati példákat figyelembe véve, tehát hogy ne legyenek csalások, na az győzönek, akinek jobb a motorja, nem egy központüzemültetésű kupasorozat, megvan erre, hogy melyik motor jó, a Road to MotoGP, ennek is megvan a programja. Tehát minden olyan nemzetközi dolgot, ami már külföldön működik, ezeket szeretném behozni, és akkor teljes alternatívát adni, hogy, hogy milyen lépések vannak. Most is megvannak a lépések, csak nem annyira tiszta, mint ahogy, amit én szeretnék szakmailag. És akkor vannak ebben társ együttműködőid? Ugye korábban beszéltünk róla, hogy mások is foglalkoznak ezzel, vagy tulajdonképpen valahol minden út majd Talmácsi Gáborhoz és az ő képzési rendszeréhez vezet. Nem akarom ezt beleerőszakolni a beszélgetésünkbe, inkább csak tényleg, mivel transzparens a műsorszerkesztésünk, és azt gondolnám, hogy sokak, akik hallgatnak minket, motoroznak, motoron ülnek, gyermekeik is vannak, tudom, valakinek már kamasz, de van, akinek még csak most születik meg, és biztos vagyok benne, hogy legalább egy-két családnál ez a gondolat föl fog merülni. Én, ahogy mondtam, egyre jobb szakemberek vannak a motorozás területén, legyen a vezetéstechnika, vagy az utánpótlásban is vannak olyan versenyzők, akik már nem versenyeznek, de már használják a tudásukat. Ahhoz képest, hogy pici a piac, pici országban vagyunk, a, a, a versenyzőink mindig valahogy a végén jók és jó eredményeket tudunk elérni. És én és itt nem szoktam ezt, hogy csak nálunk és csak amilyenk a legjobb, mindent ki lehet próbálni. Sőt, mi azért nem szoktunk annyira a gyerekeknél a versenysporttal foglalkozni, mert a szülők úgyis megjárják a saját útjukat, kipróbálják, hogy nekik mi a legjobb. Vannak olyan edzők, akiknek mondjuk nincs ilyen infrastruktúrájuk, ők csak edzők, és akkor úgy segítenek. Vannak olyan menedzserek, akiknek nincs infrastruktúrájuk, semmiük nincs, de mégis menedzselik. Tehát, hogy több szakember van. Én, én azon az úton szeretnék menni, amit a, a, a nemzetközi trendek diktálnak. Én azt gondolom, hogy abban van releváns a jövő. És mi nagyon szívesen bevezetjük őket a sportba, de általában úgy szokott lenni, hogy mi vezetjük őket be, és amikor a csúcson vannak, akkor mindig az én segítségemet kérik a, a versenyzők. Ez, ez a mai napig így van, tehát a Hungarian Motorsport Academy-ben, akik vannak gyorsági motorosok, nagy részé küldik a képeket, hogy itt kezdték el, és most ott vannak az akadémiában, és mondjuk én adok nekik támogatásokat, vagy lehet, nem én, csak én segítem elbírálni a támogatásokat. És sokszor olyan van, hogy mind menedzsment is mögéjük állunk, mint talmácsi menedzsment és segítjük nekik a karrier útjukat, karrier ugrásukat. Uh -huh. Úgyhogy évről évre ez, ez változik, ez nagyon sok mindentől függ. De én próbálom a, nem egy-egy versenyzőnél, hanem éppen azért hoztuk létre ezt a támogatási rendszert, hogy több fiatalnak tudjunk segíteni. Egyébként most is, amikor elkezdtünk forgatni, itt kint egy kis versenymotor körözött a pályán, mert hogy éppen most is itt van egy, egy tehetséges fiatal, most éppen megállt a motor. Igen, hát ő hallanánk. Farkas Kevin, aki a MotoGP Red Bull Rockies versenyez, ami tényleg már csak egy, egy hajszányra van a moto 3 indulástól. Ő még fiatal, még nem töltötte be a 18. életévét, még jövőre sem, csak talán évvégem. Tehát neki a 2025-ös 3 indulás az, az reális cél lehet. És most pedig jött, mert az ováléjét kipróbálja a Ringen. ez egy picit kicsi ez a pálya, de technikailag lehet olyan dolgokat próbálni, hogy majd én is próbálok most itt, együtt próbáljuk. Milyen? Igen, miután vége a beszélgetésünknek, akkor, akkor te is motorra pattansz. És hogy áll a, a mostani utánpótlás. Tehát, hogy mire számíthatunk néhány év múlva, hogy mi motorsportrajongók akár. Vagy van, hogy várni kell akkor, de még az nincs messze már egyébként. Kilátásban van néhány potenciális bajnok? Szerintem, hát az, hogy bajnok, azt most talán egy kicsit erős. Ez erős. Ha 2025-ben lenne egy versenyzünk a Superbike sorozatba, és egy a motogp akkor azt mondom, hogy az már jó. Ez már egy jó, elégedett lehet még, hogy ott hanyadik lesz, azt nem tudom megmondani. Egyik versenyző tekintetében sem. Legyen ott több versenyző, tehát még akár többre is van lehetőség, de szerintem az már egy, egy olyan stratégiai cél, ami smart cél. És közben be is indították a motor És most újra. Igen, elindult. igen, és mindjárt beindul a másik motor is. <laughs> Gábor, nagyon köszönöm, hogy fogadtál minket. Nagyon köszönjük, tényleg ez köszönöm. jól sikerült, legalábbis nekünk szuper volt itt volt. nálad. Remélem, hogy sok hallgatónak sikerült felkelteni az érdeklődését, és abban az esetben, hogyha látnak fantáziát ebben, akkor tulajdonképpen itt akár a szülői kezdeményezés is lehet az eleje egy ilyen együttműködésnek? Tehát, hogy mondjuk a szülők a fejükbe veszik, hogy szóval valahogy jó lenne meghonosítani a saját iskolájukba, akkor ők el tudnak kezdeni lobbizni azért, hogy majd aztán az iskola fölvegye veletek a kapcsolatot? Igen, de azért azt tudni kell, hogy ennek a finanszírozási háttere az nem stabil, tehát mindig meg kell találni a támogatókat. Most ugye a HUMDA támogatja ezt a programot, korábbiakban volt Hungaroring támogatás is, és volt Nemzeti Tehetségprogram támogatás, és mindig keresem azokat a lehetőségeket, ami amivel tudjuk ezt a gyerekeknek megadni ezt a lehetőséget. Mert ugye ez ingyenes. Ez hát, most ingyenes, ugye, igen, szemzor. igen, uh -huh. igen, támogatok. Próbálunk piaci alapon is ebbe előrébb menni, és hát amiket mondtam, tervek, hogy szakmailag mire lennének szükségek, abban az irányba is szerintem lesznek előre mozdulások, tehát hogy a versenyrendszer egyforma lehetőségeket biztosítson a, a gyerekeknek, és legyen nemzetközi átjárhatóság. Tehát ilyen például az Ovale, uh -huh. amit látható motor, amivel. A, még a rosszínek az Akadémájában is ilyen motorokkal edzenek a nagy MotoGP bajnokok. Uh -huh. e, úgyhogy látjuk azokat, amik, amik működnek, és nem szeretnénk még semmi újat kitalálni. amik működnek, azok jók. E, úgyhogy tartjuk ezeket a stratégiai irányokat. Köszönjük szépen még egyszer a beszélgetést, köszönjük. a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, remélem, hogy izgalmas perceket szerezhettünk nekik. Az elérhetőségek azok természetesen benne lesznek a show ban mint mindig, úgyhogy ott lehet informálódni. Nézzetek bennünket YouTube-on is, de természetesen az összes létező podcast platformon jelen vagyunk, és amit meg tudok ígérni, hogy jövő hét szerdán, reggel hétkor egy új tartalommal jelentkezünk. Köszönjük, sziasztok! Köszönjük, ciao. Sziasztok!